Legutóbbi kupa ellenfelét fogadta a Kozár Mislenyesen női kézilabda csapata a bajnokságban vasárnap. Zsinórban 6 nyeretlen bajnoki után nagy lendülettel szálltak bele a mérkőzésbe a házigazdák, a rajt azonban a vendégeknek sikerült jobban. Az első félidőben 7-3-ra és 10-6-ra is vezettek, de szívós munkával és Bretner Zsófia találatával feljöttek a Kozár Mislenyiek egy gólra az első 30 perc végén. A szünet után is a komáromiak kapták el jobban a fonalat, percek alatt 5 gólra nőtt az előnyük. Ez a különbség meg is maradt egészen a 48. percig, amikor 17-22 állt az eredményjelzőn. Ekkor zavar támadt a vendégek soraiban, nem tudtak mit kezdeni a Kozár Mislenyiek új taktikájával, akik szép lassan ledolgozták óriási hátrányukat. Az 57. percben pedig összejött az egyenlítés is, Seffer Évának köszönhetően. Aztán jött egy izgalmas, őrült hajrá, mely során előbb Bretner révén átvette a vezetést Kovács Tamás együttese, majd Simsik 7-esből egyenlített. Valamivel több mint egy perccel a vége előtt Seffer Zsanett találatával átvette a vezetést a Kozár Mislenyi csapat, s miután Temes lövését Vig Vivien hárította, maradt a 25-24-es végeredmény. Szerintem talán pont ez volt ennek a meccsnek a kulcsa, hogy 5 megint mínusz 5 a másik fél időben, és nem adtuk fel. Illetve hát jött egy taktikai húzás ez a nyitott védekezéssel, amivel rendesen zavart okoztunk az ellenfélnél, és hát valljuk be, hogy kockáztattunk igazából mínusz 5-nél, már nem nagyon volt más választásunk, bejött. Véguraltuk a mérkőzést, az első fél időben már nagyobb előnyre tehettünk volna szert, amikor el tudtunk lépni az ellenféltől, akkor fegyelmezetlenné váltuk, megint szoros eredménnyel fordultunk, második fél időben gyakorlatilag ugyanez történt, megint tudtuk uralni a mérkőzést. Akkor is előjöttek a fegyelmezetlenségek, és nem tudtunk olyan előnnyel belemenni a végjátékba, amikor ezt az emberfogást tudtuk volna kezelni. Az számomra érthetetlen, hogy felnőtt rutinos játékosok nem tudnak egy emberfogás ellen játszani. Megdöbbentő volt, hogy mennyire lemerevettünk. Azt gondolom, hogy ajándékba adtuk a Kozár Mislenyinek a 2 pontot. Okosan választották ezt a taktikát, bátran meghúzták, és bevált nekik. Egy feljutó csapatról van szó, hosszú távú terveink vannak. Mindenképpen a felsőházba szeretnénk végezni, és ugye ami az eredmények, ahogy alakultak, elkezdtünk merészebb álmokat szövegetni, de hát ahhoz sokkal fegyelmezettebben kell játszanunk, hogy ezeket az álmokat megvalósítsuk. Tehát ilyen mérkőzést, amit 3-szor megnyerünk, ezt nem szabad elveszíteni. Idén még 2 bajnoki mérkőzése lesz a Kozár Mislenyieknek. Először a Győr, aztán a Szombathely U19-es csapata lesz az ellenfél. Itt egy Forma 1-es autó, aminek most már megvan mind a 4 kereke. Nagyon meccs hatása alatt vagyok, mert ezek mindig az egygólos meccsek, ráadásul ugye az utolsó percben, amit védekeztünk, az extázisban voltunk, a víg, amikor kellett, nagyon-nagyon jó védett. Hát most lesz 2 olyan mérkőzésünk, ugye 2 sokat futó fiatal csapat, Eto és a Szombathely, de ez most hitet kell, tényleg nagyon nagy hitet kell adjon az egész munkához, hogy hol van a helyünk. Megkeszerezzük azt a 4 pontot.